A magasabb osztályokban már elkezdődött a szezon a kézilabdázóknál, sőt már megyei szinten is elindult a pontvadászat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szövetség igyekszik mindent megtenni azért, hogy ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint nőjön a csapatok száma. Az elmúlt szezonhoz képest hárommal több gárda vág majd neki a 2017-2018-as bajnokságnak. A hölgyek már pályára is léptek. A 11 csapatos megyei bajnokságból már az első forduló lezajlott, a férfiaknál 7 csapatos megyei bajnokságról beszélünk, itt majd a jövő hétvégén, október 7-ével kezdődnek el a küzdelmek, illetve beszéltünk utánpótlás bajnokságról is, amely szintén 7 csapatot számlál, ennek nagyon örülünk, hiszen hát ők adják majd az alapját a későbbi felnőtt kézilabda csapatoknak, úgyhogy a megyei kézilabda az elindult, és nagyon örülünk annak egyébként, hogy megyei szövetségként nem csak a megyei bajnokságokat rendezhetjük meg, hanem a nőknél az MB2-t is a mi szövetségünk rendezi, hiszen itt is vannak azért érdekeltjeink, hiszen a Máté Szalka, a Vitka se például azt hiszem, hogy méltán képviseli a megyét, és természetesen nem hagyhatjuk ki a Kölcseinek a női kézilabda csapatát, amely azt hiszem, hogy már országos hírrel is rendelkezik. A szövetség több programot is elindított az elmúlt években, ezek egyike az úgynevezett Jump program, amely a játékvezetők képzését szolgálja. Nagyon nagy szükség van arra, hogy olyan képzett játékvezetők legyenek, akár a megyei bajnokságban is már, akik azért már tényleg az kellő szakmai tapasztalattal és kellő szakmai tudással bírnak, ez nagyon fontos, és ezt nekik meg kell szerezni, ezért örülünk annak, hogy ez a CSAMP program, amelyet már hosszú évekkel ezelőtt elkezdett a megyei szövetség, ez a későbbiekben is folytatódhat, és folytatni is kívánjuk, mert ennek a pozitív tapasztalata, én úgy gondolom, hogy országos szinten is már kamatoztathatóak, és nagyon sok olyan játékvezetői páros került ki innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, aki aztán országos szinten, sőt nyugodtan mondhatjuk nemzetközi szinten is bizonyított. Baracsi Endre még elmondta, hogy ismét megrendezik a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát, valamint a Diák Olimpia összevont labdajátékok országos döntőjének szervezésében is jelentős szerepet vállal a megyei szövetség.